Vendégünk Békés Csaba gyémán diplomás házi orvosa, aki már több mint 60 éve gyógyít, ő dr. Zsengellér Lajos, köszöntöm stúdiónkban. Jó reggelt kívánok! Doktor úr, ugye ön 1960 óta van az orvosi pályán Békés Csabán. Hogyan kezdődött az ön orvosi karrierje? Mindig is gyógyítani szeretett volna? Igen, már gimnazista koromban, hát gondoltam erre, hogy a gyerekkori élmények azok általában meghatározóak szoktak lenni, és az adta a gondolatot, hogy mi Cegléden a szülészeti osztály mellett laktunk, és orvostan hallgatók szigorló évben jöttek oda, és egy szobát kiadtunk az orvostan hallgatóknak, és onnan jártak át gyakorlatra. És én beleolvastam a tankönyveikbe, és elég érdekesnek találtam, és akkor gondoltam arra, hogy hát jó lenne az orvosi pálya. És hát emellett ki is tartottam, és az érettségi után hát beadtam, illetve még az utolsó évben pályázatot kellett beadni. Cegléd a Szegedhez volt hát sorolva, hogy Szegedi Egyetemre lehetett jelentkezni, bár én szívesen bementem volna Budapestre, mert 70 kilométerre volt Budapest Cegléttől, de hát a lehetőség ezt adta, és el is mentünk Szegedre felvételre. Öten mentünk oda, abból hármunkat fel is vettek. Hát ez is egy érdekes sztori volt a felvételi nap, mert hát a vonat közlekedés úgy adta, hogy este 10 órakor kellett beülni a vonatba, hajnali 4-re, Szegedre már ott is voltunk. Az állomáson, ahogy kiszálltunk, hát kivel találkoztunk, mint egy 2 évvel előtte érettségizett budai Csimbivel, aki egy 5 literes kannával volt a kezébe, és mert kérdeztük, hogy mi van, hát nincs vizetek, vagy hogy ide jössz vízé. Azt mondja, bolondok vagytok, tik, azt mondja, évfolyam buli van, és jöttünk a restibe boré. És hát ti mit akartok itt ilyen? Mondtuk, jöttünk felvételizni. Na, akkor gyertek el hozzánk addig, hát nem mindegy, hogy hol vagytok. Úgyhogy belecsöppentünk egy csoportbuliba, ahol szólt a zene, stb., és mint friss erők beszálltunk még táncolni is. Inni nem mertünk persze, és 8 órakor, mint aki jól végezte a dolgát a buliba, elmentünk felvételizni. Hát ment is a dolog tulajdonképpen, hát nyilván, hogy izgultunk, de ott volt egy, meg volt beszélve, mert már ez előtte beszéltünk erről, hogy egyetem után hova megyek játszani, mert hát Szegléden már az MB2-be pingpongoztam, és előzőleg Szegeden találkoztam sporttársak hasonlókorú egyetemistákkal, és mondták, hogy hát gyere inkább Szegedre, és ne Pestre, hanem itt hát ha megcsinálunk majd jó csapatot, és hát aztán itt ez is meg lesz a tanulmányok mellett, és hát ott várt is már a felvételén, persze lehet, hogy nem volt igaz, hogy az egyik jövendőbeli csoportársam, aki éppen Békés Csabai, a Lukács Tibor volt, ő már egy évvel előtte ott volt a gyógyszerészetén, hogy el van féve a haladás, jössz pingpongozni. Minden esetre elég jól sikerült a fölvételi, úgy gondolom, ahol azért föltették a kérdést, hogy milyen tantárgyakat szeretek. Én megmondtam, hogy hát a latint, a történelmet, meg a magyart, meg minden, és erre fel az egyik hát a zsűri tagok, hát ha ezeket szeretem, hogy miért ide jövök, miért nem más pályára, mondom, mert én orvos szeretnék lenni. És ott egy őszhajú
idősebb úr, az elkezdett bólogatni. És kiderült, hogy az a láng professzor volt, az agysebész, akinek az volt a véleménye, hogy ne szakbarbárokat vegyünk föl, hanem akik szélesebb körű érdeklődése van. De én akkor már én zongoráztam is, és hát részben zenei pályára akartam menni, mert egy év alatt 2 évet elvégeztem, mert elég szorgalmas voltam, nem volt különösebb tehetségem, úgy gondolom, de akkor 7 osztályzat volt, 1-től 7-ig, és én 7 és felet kaptam. És 16 éves korunkban már fölvittek, a zeneiskoláknak volt ilyen bemutató tanítás a zeneakadémiára. És a zeneakadémián nagy sikerünk volt, mert vagy 60-an várakoztunk ott, de mind lány volt, de a ceglédiek mind a 3 fiú volt. Már, és ebből a 3-ból 2 zongorázott is. És hát aztán későbbiekben agysebészeten, illetve az ideggyógyászat keretében ugye az agyműködéseket, hogy tanultuk, és ott tanultuk azt is, hogy a zenének milyen jó hatása van az agy fejlődésére, hogy pontosságra, precizitásra, mert a 8-ad hang, 8-ad, a 4-ed az 4-ed, és hogy annak az agy fejlődésére is milyen jó hatással van. Minden esetre ettől függetlenül nem lett zenész belőlem, vagy mert egy darabig arra is gondoltam, de láttam, hogy a zongoratanár az előttem lévő, mert mindig hamarabb érkeztem az órára, amikor még a másik zongorázott, és hogy mennyit kínlódott a zongoratanárnő vele, és mondom, hogy ez várjon rám, nekem is, mert hát az nem biztos, hogy én pódiumra alkalmas leszek, és akkor mint zenetanár, hát így erről lemondtam, és hát mondom, ebbe az irányba vitte az orvosi felé az ott nálunk lakó egyetemistáknak hát a való kapcsolat során. Így kerültem Szegedre, és hát életem legszebb időszaka volt, ahol ugye tanulni is kellett, és emellett a 2 év alatt bejutottunk az NB1-be, és hát az meg ugye 20 éves korba az, hogy akkor még működtek a repülőjáratok, és repülővel mentünk Miskolcra, Debrecenbe, Pécsre, hát egy ennyi idős fiatalembernek abba az időbe ez milyen nagy szó volt, és alkalmam volt tétmeccset játszani, 5 akkor még nagyon jó volt az magyar asztali tenisz az 50-es években. A Sidó Kócián, Szepesi Só Sidó Kócián, ezek Európa bajnokok voltak. Párosban a Sidó Kócián világbajnok volt. A Bercik Zoli, aki innen származott, az Európa bajnok volt. Mindezekkel hivatalos meccset játszani. És hát ez nem semmi dolog volt, remegő kezekkel, stb. Aztán későbbiekben a Sidóval találkoztam, mert itt volt a veterán bajnokságon, és itt van is egy cikk, hogy emlékszik rám, hogy mi játszottunk annak idején. Szegeden meg hát volt drukker hátterünk, a egyetemisták, ott a aditéri tornateremben ott volt, rendeztük a meccseinket, és hát ez volt életem egyik legnagyobb élménye, hogy a világbajnok Kócián ellen, akkor még 21-es számoltuk, mert most 11-ig van, 21-es mérkőzésig a 3. szedbe 17-13-ra vezettem. Előtte kiderült, hogy a halászcsárdába töltötték az estét ők, mert lényegesen jobb volt nálam nyilván, és hát lehet, hogy lazára is vette, hogy mi kis kezdők, mert mi elsőnek kerültünk be akkor, ha először játszottunk NB1-be, és aztán oda szóltak neki, hogy hát egy kicsit komolyabban vagy hogy, és 17-13-ról
kaptam ki 21-19-re. Úgyhogy, de Bercik Zolitól is nyertem szettet, úgyhogy ilyen élményeim vannak. Hát ez persze a tanulás rovására ment, mert a hétből 4 napot edzeni kellett, hogy, mert mi voltunk a legfiatalbb társaság az NB1-ben, mondták is, hogy mit akarnak ezek a sihederek itten, és akkor még elég idősebb játékosokból állt a sportág. Úgyhogy hát ez ment, 56-ba viszont szétment az egész, mert disszidáltak is tőlünk, meg hát fölbomlott az egész rendszer, és utána csak NB2-be játszottam. Aztán következett ugye az, hogy hova is a végzés után, és hát akkor lehetőség volt, mert hívtak Miskolcra kettőnket is, hogy menjünk a Miskolci kor, mert Miskolcon volt NB1-es csapat. Egyetem alatt ismerkedtem meg a első feleségemmel, a dr. Nemcsik Magdával, és hát a kapcsolatunkból házasság lett, és ő neki a rokonai szála Békés Csabára vezettek, mert a nagybátyja az itt volt a bíróságon közjegyző, és akkor így esett, hogy Békés Csabára jöttünk. És hát ugye itt is nem ment minden olyan simán, mert hát szálláshely az úgy volt, hogy a feleségem, még akkor nem volt feleségem, csak jegybe jártunk. Alsókörös soron volt egy fiatal orvosoknak lakhely, szobájuk, és ott egy kolléganővel kapott helyet. Én meg a régi gyerekosztály, ami a Bartók Béla úton volt, ott egy ilyen a főnővérnek a szobáját kaptam meg. Az egy folyosóból lerekesztett, lekapcsolt kis helyiség volt, és hát én ott voltam, és hát én nappal onnan elmértem a belosztályra, mert ott kaptam, a feleségem megjött az alsó körös sorról, még akkor ugye mennyasszonyom, ő megjött oda dolgozni. Aztán 4-kor megint cseréltünk, úgyhogy távházasságba éltünk, és aztán szó volt róla, hogy lehet fiatal orvosok kaphatnak szolgálati lakást, és akkor elmentünk az akkori kórházigazgatóhoz, és mondtuk, hogy mi a mi kérésünk, és az azt mondta, hogy hát ha összeházasodtok, akkor kaptok lakást. Hát több se kell erre, akkor fogtuk magunkat, akkor még szombaton is dolgoztunk, még nem volt szabad szombat, vagy a második héten volt, és akkor én is egy kollégát, ő is egy kolléganőt a gyerekosztályról vittünk tanulnak az önkormányzat, polgármesteri hivatalba, és összeházasodtunk. Aztán hétfőn lobogtatta, vittem a papírt a kórházigazgatónak, hogy itt a papír, akkor hát kérnénk azt a lakást. Mit lakásról? Lakásról szó se volt, mondta. És akkor továbbra is ez volt egy jó darabig, és hát aztán ürült egy szoba, mert az ott lévő idősebb kolléga házaspár Szombathelyre elköltözött, és akkor mi azt megkaptuk, és hát így volt az, hogy tulajdonképpen 10 év után lett utódunk a Zsuzsanna lányunk, és ott laktunk hosszú évekig abban az egy szobába, és ha fürödni akartunk, akkor lejártunk az osztályra, mert ott nem volt lehetőség. De kibírtuk, és utána már volt egy ilyen akció, hogy fiatal orvosok kaphatnak lakást, és nekünk is mondták, hogy na, akkor most itt a lehetőség, hát akkor pályázzuk meg, stb. De mi már akkor tervezgettük, hogy majd veszünk lakást, vagy építkezünk, és hát akikkel össze is kapcsolódtunk, ez a Rica Lajos volt, aki hát a építőiparnál dolgozott,
és adódott a lehetőség a Bajza utcán, hogy ottan volna két telekből össze lehetne hozni egy ház helyet. Ez meg is történt, és akkor megvettük, és megtörtént az építkezés, ami nem volt egyszerű, mert akkor árvíz volt, és téglát nem lehetett kapni, meg volt a tervrajz is minden, de hát szerencse, hogy a megyei, én a mellékállásban a megyei tanácsnál dolgoztam, és ott az építési osztálynak a vezetőinek mondtam, nem tudná-e besegíteni, hát az mondta, hogy rendben van, kaptunk 40 ezer téglát, és akkor 10 év után hát lett saját lakásunk, és egész hosszú ideig, 40 éven át, amíg aztán a házasságunk megszakadt, a sok munka, ő is, meg én is, mert hát feleségem a gyerekosztályon ról kijöve, akkor megszervezték a gyerekházi orvosi szolgálatot is, és akkor ott a kórházból kijött, és házi orvos lett. Mellette még mellékállás is, ami otthon gyermekorvosi magánrendelést csinált, úgyhogy Csöbörből Vödörbe, ha onnan végzett, akkor jött a magánrendelésre, és este csinálta 9-ig, akkor utána ment még a kihívásokra, este 9-kor jött haza. És hát én ugyanez volt, hogy én meg a kórházban, meg a mellékállások, megyei tanács, Barnevál, gyógyszerészeti központ, a városi bíróságnál is volt mellékállásom, alig találkoztunk, szóval ez aztán hát ilyen elhidegüléshez vezetett. Köztudott dolog, hogy az orvosi pálya nem könnyű, és ha maradéktalanul eleget akar tenni a szakmába, az könnyen a családi élet rovására mehet. Ez történt nálunk is, és 35 éves házasság után elváltunk. Ezt követően házasodtunk össze, és élek Honcsik Anikóval, aki a felnőtt továbbképzésben dolgozott, és az ő első házasságából származó fiával, Lászlóval, aki külföldön idegenforgalomban dolgozik. Ez volt így a családi vonalon, és aztán jött az ismeretség Honcsik Anikóval, amiből aztán házasság lett, de még akkor még feleségem is éltem, megtartottuk a jó kapcsolatot, mert hogy a lányunk révén kapcsolat megmaradt, aki az egyetem elvégzése után Bostonba került, illetve először Cincinnatiba, és onnan 2 év után úgy volt, hogy hazajön, de nem lett belőle semmi, mert közben megismerkedett egy professzornővel Bostonba, és oda ment a Harvardra, és már és ott ismerkedett meg a férjével, és amiből házasság lett, és hát ott született kint Amerikába az unokám. Milyen sűrűn találkozik az unokájával? Hát az a helyzet, hogy hosszú ideig nem is nagyon volt alkalom kimenni, és aztán hát próbáltunk 2 évente, 3 évente kimenni, és akkor 1-2 hetet kint tölteni. Manekenkedik az egyetem mellett, és a Mihaly Kenikővel összetalálkoztak a kifutópályán New Yorkba, a két csabai valaki, és együtt fényképezkedtek le, és meg is jelent a világhálón, hogy felszántották a csabai két manekken a kifutópályát, 180 centi magas a unokám, és hát most folytatja az egyetemet. Most itthon voltak a születésnapon, de visszamentek. A doktor úr emlékszik még a legelső páciensére? Igen, emlékszem. A járóbeteg rendelése. Annak idején a kórház rendelőintézete egység volt, és a kórház belosztályáról
a rendelőintézeti belgyógyász szakorvos, ha szabadságra ment, akkor nekünk kellett kimenni, helyettesíteni. És hát a körzetbe való kimenetelkor két körzetbe kerültem ki, mert üres volt a Kazinczy utcai rendelőbe az egyik állás, és az egyik állás az idebe volt, a város szívébe, a másik meg a Kazinczy lakótelepen. És a legelső betegem, akivel találkoztam, nem akartam hinni a szememmel, hogy rengetegen voltak. Az első betegem pont egy fiatal leány volt, akinek kiderült, hogy nem is egyszerű baja van, hanem agyhártya gyulladása, meningitisze volt, és nem akartam elhinni a szemeimnek. És nagyon hosszú ideig vizsgáltam, és a nővérek már kacsingattak, hogy hát még kín ott vannak 40-en, hogy stb. És az első beteget be kellett utalnom ennek, a meningitisze van, be is került a fertőző osztályra. Úgyhogy ez, ami így nyomot hagyott bennem. Nem árulunk el nagy titkot, hogy ön éppen most februárban volt 90 éves. Először is sok boldog születésnapot kívánunk. Hogyan tudta megőrizni a szellemi, fizikai fittségét? Honnan jön az energia? Hát köszönöm szépen a jó kívánságot. Hát azt mondanám, hogy ez nem egyszerű, mert így mondják, hogy két végén égettem a gyertyát. Ugye azt mondják, hogy a sport az egészséges életmód nevel, és hát ez tartósan meghosszabbítja az embereknek az életét. Hát, hogy ebbe lehet, hogy nincs igazam, de azt mondanám, és ez most nem tudom, nem megkitörülendő, hogy a versenysport egy bizonyos fokon túl, hát már az egészség rovására megy, mert nagyon sok fiatal sportoló halt már meg, és én 50 éves koromban kerültem műtőasztalra, a koszorúsér műtétre, és ugye, mert a versenysportnál ott, amikor a csapatbajnokságon, az utolsó meccsen, az én mérkőzésemtől függ, hogy most 13, mert akkor 5-ös csapat volt, hogy 12-12 volt az eredmény, és az én meccsemen múlik az, hogy a többinek a gürcölések kárba ment, vagy hogy, és akkor én ilyen gürizős, nem voltam különösebb tehetség, és szorgalmas voltam meg, stb. És az utolsó meccsre raktak mindig engem, mert tudták, hogy én gürizős pasi vagyok, és hát ezek azért belül, ezek szerint nyomot hagytak, és 50 éves koromban szívműtétre kerültem, olyan, hogy akkor fölvágták a mellkasomat, széthúzták, és úgy csinálták a műtétet, leállították a szívműködést, gépi működtetésen voltam a szívemmel, 14 órás műtét volt, mert közben kivettek a karomból eret, amivel áthidalták a szűkületet. Emlékszem, november 26-án Katalin napján volt, utána két hétig még ott voltam, és csövek lógtak ki belőlem innen, onnan, amonnan, és két hét múlva deszkre kerültem a utókezelőbe, ahol hát az egy nagyon nagyszerű intézmény volt, ahol rehabilitálták a oda került műtött betegeket. Én nekem meg az volt a programom, hogy ez volt november 26 a műtét, két hét a december elejéig, vagy december közepéig, és február 1-én pedig sítúrám volt megbeszélve, mert annak idején úgy kerültem bele ebbe a sportágba, hogy annak idején a középiskolákat vitték sítúrára, de előírás volt, hogy orvosnak kell oda menni. Hát a sportkapcsolatok révén hát kikértek
a munkahelyemről egy hétre, akkor még Donovaliba, Szlovákiába. A Gyulai gimnáziumnak volt oda szerződése egész télre, és hetenként vitték a csoportokat. És hát én is kimentem, és hát ugye ott, ami kellett, elláttam. De mellette piszkálta a csőrömet, hogy hát nem volna rossz megtanulni. De nem szabad volt orvosnak ilyet csinálni, mert hogyha én lerobbanok, akkor kilátja el a betegeket, esetleges betegeket. Na, az mégis az volt, hogy ebéd utánra vége volt a foglalkozásnak, a sportvezető Bertalan Sanyi volt akkor, ő már szegény, nem él, Bertalan Sanyi az egyik vezető, elkértem a felszerelését, és fölvettem, és mert figyeltem, hogy hogyan oktatják a diákokat, elkezdtem ugyanazokat a gyakorlatokat csinálni. Hát kisebb-nagyobb sikerrel, a ablakból nézték, hogy ügyetlenkedek, röhögtek rajtam a diákok. Kapcsolatba kerültem a testnevelő tanárokkal, akiknek síképzőt, továbbképző túrájuk volt, és azon túl ővelük kezdtem járni. Aztán meg már baráti társaság alakult ki, 6-8-an jártunk ki Olaszországba, meg Franciaországba 20 éven keresztül, évente 2-3-szor is. És hát a téli kondíció edzésnek ez nagyon jó volt. A sport, az ugye, amikor ide kerültem, akkor itt még nem volt csak MB3-as csapat, és nem azért, hogy derogált volna abba játszani, hanem egyáltalán nem volt lehetőség, mert olyan kevesen voltunk a belosztályon, hogy majdnem minden másnap nap, vagy harmadnap ügyeltünk, és akkor hát a délután, 4 után ott maradtunk másnap reggelig, és hát volt, ha szombat reggel eljöttem otthonról, akkor csak hétfőn délután találkoztam a feleségemmel, mert szombat-vasárnap ügyeltem, és a hétfőn délelőtt, mintha mi se történt volna, még dolgoztam, és úgy mentem haza. Tehát itten olyan nagyon rendszeres sportról annyira nem lehetett, de mégis azért aztán 13 év után elkezdtem, mert idejött a Bándi doktor, fülorgégész, aki szintén emlékezett rám, még mert ő meg a Pesti postásba játszott, ez a Szegedi klinikán volt, onnan került ide, és azt mondta, hogy hát én itt vagyok, azt nem lehet, hogy én parlagon heverjek, hogy akkor csináljunk csapatot. Ha visszagondol az elmúlt 60 évre, vagy több mint 60 évre, nem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta, hogy orvos lett? Nem bántam meg. Voltak kudarcok, voltak élmények, és talán azt mondanám, ha újra lehetne kezdeni, mert akkor újra kezdeném, újra ezt választanám, mert jó érzés, hogy az ember tud segíteni az elesetteken, és nagyon sok hálával a visszajelzést kaptam, hogy meg voltak velem elégedve, és ez az embernek minden anyagi okon felül, ez többet jelent. Máltai utazásunkon, mert ugye nyáron mentünk nyaralni, ilyen kapcsolatokba kerültem, hogy Passuth László, Karinthy Ferenc, Vas István, ezek együtt voltak, barátok voltak, és a Karinthyval úgy alakult a közvetlen barátság, ismeretség, hogy vártunk a reptéren a becsekkolásra, és a hátizsákjából egyszer látom, hogy kikandikál egy szigony. Aztán mondom neki, hogy itt valami zűr van. Néoda nézfű, mert ő vízipólózó volt, és nagyon jó úszott, és a tengerbe ő utána ott vadászott halakra meg minden, de ez fegyvernek minősült, ezt nem lehetett fölni a repülőgépre, és nagy sziriburi volt belőle, aztán jött az idegenvezető, és az intézte el, hogy na, akkor a csomagtérbe letették, és hát én
mondtam neki, hogy hát segíthetünk ezen a bajon, mert itt a táskámban a raktapasz, és beragasztjuk a, hogy hívják, hogy azt mondja, mi az, te orvos vagy? Mondom, igen. És akkor hát ez ott a társaságába ez kitudódott, és az volt, hogy amikor Máltán nagyon rossz helyre kerültünk, nagyon rossz szállodába, nem is akartak kicsomagolni a pasuték, aztán ott maradtunk, már azt üzenték vissza, ha nem felel meg, menjünk vissza. Hát nem. És akkor, amikor azt tudták, hogy orvos vagyok, akkor odaültettek az ő asztalukhoz, ők a feleségükkel hatan, és hogy én mondjam meg, mert a Vas István fekély beteg volt, hogy mit lehet, mit nem. De hát nem lehetett válogatni, olyan rossz volt a kaja. És aztán együtt jártunk le a tengerpartra, és egy trútba, úgyhogy két hetet töltöttem együtt Pasut Lászlóékkal és a Karintival. Nagyon szellemes emberek voltak, és jó több sztori volt. Ilyen, hogy Máltán a nagymesterek házába volt egy idegen vezető, aki a máltaiaken alacsony tömzsi, nagyhangú pasi volt, és ott röpködtek a számok, meg minden a történelembe. A Vasut az meg a történelmet, Nápolyi Johanna meg sorolja, miket írt, ismerte a történelmet, és az a pasi meg röpködtette a számokat, meg minden, és a Pasut meg nagyon udvariasan, alig észrevetően súgott az idegenvezetőnek, aki fordította, hogy ez nem akkor volt, hogy nehogy téves legyen, hanem ekkor-ekkor. És ez már akkor a harmadszorra történt, akkor a pasi fölfigyelt rá, hogy mi ez. És akkor mondta, hogy hát ez egy írót meg történelmet nagyon tudó valaki, és hát az korrigált egy-kettő dolgot, és akkor attól kezdve olyan kicsi lett a hangja, hogy semmi, hogy ilyen élmények voltak. Aztán ugye azt mondtam, hogy Karádit láttam élőbe, hogy ilyen, és aztán a másik, hogy ilyen volt, hogy Szegeden a Hetényi prof, az Európa szerte ismerőt professzor volt, a belgyógyász professzor, akit annak idején, amikor beteg volt a pápa, a pápához is kihívták, meg Sztálin elvtárshoz is. A sportba is jöttek a emlékversenyek, megszervezték a veterán bajnokságot, és akkor azon négy alkalommal voltam a korcsoportomba harmadik, de mind a kétszer, aki egy európai bajnok volt, még emlékszem, a egyetemista korunkban is játszottunk, akkor is jobb játékos volt a Mayer, és ő mögötte voltam második. Ő meg kétszer is ezen a Bándi emlékversenyen döntőbe jutásért kellett játszanom egy korombeli játékossal, és már kettő, ugye három nyelvszetre ment a játék, kettő nyelvszet után jelezte, hogy nincs jól, cukorbeteg, hogy álljunk meg. És akkor hoztam az orvosi táskát, megmértem a vérnyomását, elláttam, ő meg ivott még, meg gyógyszert vett be, és akkor folytattuk a játékot, és megfordult a játék, kijöttem a játékból, ő meg megnyerte a meccset, és így csak harmadik lettem, viszont fair play díjat kaptam. Vendégünk Békés Csaba Gyémán diplomás házi orvosa, dr. Zsengellér Lajos volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm az érdeklődést.